Tudom, kicsit elkéstem, elaludtam, bocsánat. Nem úgy történtek a dolgok, ahogy terveztem. Úgyhogy úgy látszik, most nekem kell megvárni titeket. Én már 20 óra 45-re állítottam az ébresztőmet, és nem 20 óra 15-re. Király. Zseniális ember vagyok. Mindjárt kezdem egy pillanat. Jézusom, ez a felbontás. Igen, Facebook így nem tudom kinézi, lehet, hogy RP. RP, meg én használjuk ezt, és egy, nem tudom. Szóval... Már alig várom, 61 ember. Jó, na mindegy, akkor kezdjük. Bocsánat, nagyon régen csináltam ezt, és már lehet, hogy elfelejtettem olvasni, meg beszélni, meg ilyenek, de... Igyekszek minél jobban átadni a történeteket nektek. És reméljük, hogy a gépem nem fog kék halát kapni, mint a múltkor. Szóval... ez a sok betű, de egybe folyik, Jézusom. Szóval... Alexander írta, hogy... Szia, ne haragudj, ha a helyes írásom rossz, ügyelek rá. Szerbek vagyunk. Nemrég volt a szerb karácsony, előző hét pénteken. Ekkor paranormális jelenség volt velem, ezért már napok óta paranormális dolgokat nézek, így találtam rád. Az egész úgy történt, hogy szüleim és nővérem a pasiával elmentek a szerb karácsonyi ünnepségre. Így itthon hagytak egyedül. Általában, amikor lehet hajnali 3-ig fent vagyok. Most is így tettem. Kertes, emeletes házban lakunk. Én emeleten lakok, nyitva volt a szobám ajtaja, amikor este 9-kor elmentek anyáik. Én akkor nem féltem. Körülbelül 11 órakor arra lettem figyelmes, hogy valaki csönget. Mivel sokszor van, hogy egy hülye gyerek napközben csönget, én ezért hagytam. Majd egyre többször csöngettek. Ekkor én kinéztem az ablakon, de senki nem volt ott. Tovább játszottam, amikor valami elkezdte az ajtót rugni. A kutya nem ugatott, ami elég ritka, és általában mindenki fél a kutyáinktól a faluban. Van egy 4 éves huskynk, illetve a lakásban tartunk egy mindenki... egy hónapos Stafford Terriert. A kopogás folytatódott, de senki sehol. A huskyt megnéztem, hogy éled még. Van valami, mi van, de ahogy láttam, anyámék bezárták a 6x6-os kiskertbe. Na bazd. Ekkor a konyhához futottam, és bekapcsoltam a mozgásérzékelő lámpákat, illetve a riasztókat. Ügyeltem, hogy be legyen zárva az ajtó. Ekkor felmentem, és próbáltam elfelejteni a történteket. Na, ekkor megszólt a riasztó. Lefutottam, láttam úgy egy teljesen fekete alakot
futni a fák közé. Ekkor megijedtem és leoltottam bent minden lámpát, majd összetapogattam a pám légpuskáját. Meg miért valaki azzal jönne, hogy kell hozzá engedély, nem kell. Kettőspondé. Megtöltöttem, élesítettem, majd önálló akcióba akartam kezdeni. De láttam, hogy ez hülye ötlet lenne. Ezért ehelyett kihívtam a rendőröket, akik kb. 15 perc alatt kísértek. Két kocsival voltak, csöngettek és kiabáltak, hogy rendőrség. Én a lenti ablakon kinéztem, és láttam, hogy ők azok, mivel féltem kimenni, mert kb. 15 méterre van a kapu a bejárati ajtótól. Ezért kinyitottam az ablakot, mondtam nekik, hogy legyenek szívesek bemászni, mert nem tudom kinyitni az ajtót, mert ott van egy alak. Hatan voltak, látták, hogy bármikor készen állok verekedni. Beengedtem, bemásztak, majd mondtam nekik, hogy ott van az ajtó, ott ki tudnak menni az udvarra. Feloltottam az udvarra a világító reflektorokat, hogy lássák, de sehol nem volt senki a fák mögött, se az üvegházban, sehol. Ők azt mondták, hogy tesznek, hogy úgy tesznek, mintha elmennének, leparkolnak máshol, ahol nem látnak, visszajönnek. Nem értem, ahol nem látnak. Ha nem látnak, visszajönnek és engedjen be őket. Visszajöttem, beengedtem, újra indítottam a riasztót, majd kb. 20 perc múlva. Nem csinálj podcastet alvás után. 20 perc múlva azt mondták, elmennek, de pont akkor a hátsó ajtó minden a előrejelzés nélkül betörték. Ajtót betörték. Akkor a rendőrök lassan elkezdtek menni, és senki nem volt ott. Na de ugye az üvegházat be lehetett zárni, és be volt zárva, nem is volt betörve semmi. Ezek után még maradtak kb. hajnali kettő lehetett már, amikor betört az emeleten lévő ablak. Felmentek, megint csak semmi. Mondom, képtelenség, hogy ember töri be, vagy feljött valaki ide és betörte, mert lehetetlenség. Rendesen hangosan lehetett hallani. Oda mentek, és semmi. Majd bevágódott lent a nappali ajtó. Lementek a rendőrök, hívtak még egy járőrt, ahol megint csak hárman voltak. Mondták, hogy kövessem el az egyik kollégát, és ők átkutatják az egész házat, ahol megbújhattak. Kb. 10 perc keresés után találtak meg egy embert, aki a kazánházban volt, és állítása szerint többen vannak, és hogy meg fogjuk bánni, amit most teszünk vele. Más embert nem találtak a házban. Anyámék hazaértek, a rendőrök elmondták az esetet, majd mondtak járőr számot, és ha megint tapasztaljuk, akkor hívjuk a szellemírtókat. Apámmal másnap elmentünk zárat venni az ajtómra, illetve kamerákat vettünk a lakásba, illetve az udvarra. Apám vett még likipisztolyt, meg ilyeneket. Erre elbasztunk több mint 300 000-ot. Mondta, hogy nyugodtan használjam a pénzt. Holnap lesz a szerb szilveszteri buli. Elfelejtettem, hogy ez Szerbiában történt, akkor ez nem is olyan paranormális. Szerb szilveszteri buli. Akkor is itthon hagynak majd, hogy lelőjem a szellemeket. Holnap mennek anyámék. Remélem nem történik semmi ilyesmi. Köszi, hogy elolvastad. Remélem felolvasod egy videóban. Szia! Mondta Alexander. Na jó, most megnézem, hogy nem ment el a hangom, mint a múltkor, nem király. Nézzük az inbox következőt. Bocsánat, Zalán, de lefelé fogok haladni, mert nagyon el vagyok maradva az üzenetekkel. Jaj, ebben nagyon sok a dialógus. Azban nem vagyok jó.
Mi időket? Szia! Néha időket is fogok írni. Jól van, Alexander. Nyáron történt. Testvéremmel, illetve pár barátunkkal elmentünk Romániába túrázni. Nekem jött három barátom. Tesómnak három barátja és a barátnője Nissan Navaránkkal mentünk a barátaimmal, illetve tesómmal és barátnőjével. Mi egy sátorban aludtunk a barátaimmal, tesóm barátnőjével és még testvérem barátai. Mi egy sátorban aludtunk a barátaimmal, tesóm barátnőjével és még testvérem barátjai pedig egy másik sátorban. Igen. Nailed it. Ahol Sotár... Fekete Kávé Podcast Dyslexiás Edition. Mi egy sátorban ottunk a barátaimmal, tesóm barátnőivel, és még a testvérem barátai pedig egy másik sátorban. Ahol sátoroztunk, ott volt mellettünk egy hegy, illetve egy patak nem messze, pedig sok ház, ami kiadó volt vendégek számára. Gondolom volt sok ház. Első nap, amikor megérkeztünk, este tüzet gyújtottunk, majd ettünk és aludtunk. Második nap elmentünk túrázni. 10 óra. Délelőtt 10 óra. A kocsikba bezártuk a tárgyainkat, és a sátorokat is ott hagytuk. Majd elindultunk. Amikor jöttünk visszafele, találkoztunk egy román férfival. 17 óra. XX. Aki angolul tudott velünk beszélni, úgy hívták, hogy Mihály. Majd nem messze a házunktól tartottunk, és úgy döntöttünk, hogy szedünk fát. Mihály segített nekünk, mindenki hozott jó sok fát, amit a tábornál a kocsink alá tettünk. Barátaim bementek a sátorba pihenni, mi tüzet gyűjtöttünk, majd elkezdtünk beszélni. 19 óra. Jaj, most ezeket meg kell jegyeznem. M. Mihail, E. Én, B. Bátyám, B.N. Bátyám barát. Oké, menni fog. Mihail. Mihail mondta, ti mióta sátoroztok itt? Én. Tegnap este érkeztünk. És te hol sátorozol? Mihail. Ott, a bérelt lakásban. É. Értem. Körülbelül 3 óráig ismerkedtünk, addigra korom sötét volt, körülbelül 22 óra lehetett román időben számítva. Mihály most kezdett el furcsán viselkedni. Mihály. Képzeljétek, én régen benne voltam egy közösségben, ahol fekete mágiáztunk, de abba hagytam. Egy év után, amikor elkezdtem rosszakat álmodni. És nem tudtam aludni. Ekkor tesóm barátnője. Ekkor tesóm barátnője hívott, hogy keltsem fel a barátaimat. Megkérdeztem, hogy miért, és azt felelte. Az a csávó elkezd valamit furcsán viselkedni, vagy ránk támad, meg tudjuk verni, ugyanis nincs térerő. Mi? Ha nincs térerő, akkor szabad verekedni? Elmegyek Romániába telefon nélkül. Na szóval, mondtam. Rendben. Tudom, hogy nem azért vagyok itt, hogy nevessek a sztorikon csak. Ez az ember fura. Nincs térerő, támadjuk meg. Rendben. Na jó. Szóval. Mihail, elmegyek, hozok lámpást, mert sötét van. Elindult, majd fél percre rá visszajött kutyaugatásra. Mihail, egy őrült kutya meg akar támadni. Kiviszek egy vastag faágat a kocsi alól, ha nem haragudtok meg. Feleltük, hogy rendben. Ekkor kivette a faágat, majd meggyújtotta, és elindult a kutya fele.
B az a barátom? A barátom mondta, hogy ez kajak megőrült, ez sem éli meg a 30-at. Ez sem éli meg a 30-at. A barát nője, vagy nem tudom. Ha ez megtámad akárkit, akkor mindenki kezdje el ütni. Ez bolond. Ekkor hallottunk egy hangos kutyavisítást, és az ugatás megszűnt. Barát, kihozom a baltát. Nem sokára, körülbelül 5 perc múlva Mihály visszajött, és mondta, hogy hozott vadászkést, meg lámpást, illetve hozott magának sütni valót, meg esütheti. Mondtuk, hogy rendben. Pont úgy, mint amikor megegyeztünk, hogy agyonverjük. Ezek után, amíg Mihály sütötte a húst, addig mindenki csöndben volt, és sütötte a húsát, vagy evett. Fél egykor bátyámék söröztek, mi beszélgettünk a haverokkal, a boxról, amit ugyebár Mihály is hallott. Majd megkérdezte angolul, hogy a boxról beszélgettek, ugye? Bocsánat. Bocsánat. Barátom. Igen, arról beszélgettünk. Tesó. Mostantól Mihálynak ilyen magyar-angol akcentust adok. Én is kickboxoltam. Tudom, hogy kell megölni, vagy lebénítani egy embert. Megmutassam, hogy kell. Barátom, nem köszi, meg vagyunk annélkül. Nagyon abszurd ez a történet, bocsánat. Én, haver, lehet most húztad ki a gyufát. Ennél a bolondnál. Ezután kb. 10 perc eltelt, és Mihály megszólalt. Skacok, én mentem haza. Itt lakok nem messze. El is ment. Utána kibeszéltük, hogy ez nem normális, és hogyha holnap is eljön, akkor mindenki tartsa magánál a kis fegyverét, mert ma elfelejtettük megverni őt. Másnap reggel 6-kor én felkeltem, majd szóltam a barátaimnak, hogy keljenek fel. Felöltöztünk, majd elmentünk a mögöttünk lévő egy hegy másik oldalára. Végtelen erdő és mezők voltak ott. Vissza akartunk menni a táborhoz, de ott volt Mihály. Én. Álljatok meg. Ott van. Figyeljük meg, mit csinál. Elbújtunk egy fenyőfa mögött. Felkeltek bátyámék. Kijöttek a sátorból. Tüzet gyújtottak, amikor mi visszamentünk hozzájuk. Utána ettünk meg minden, ami nem fontos, elindultunk túrázni. Egyszer csak letértünk az ösvényről tudatlanul, hogy letérünk. Mi? És akkor várva várt a pillanat, Mihályt a táskájából elő szedett egy mi? Mihályt a táskájából előszedett egy szekrénytáras pisztolyt. Gondolom, ezt akarod írni. És mondta, hogy menjünk bejebb, amennyire csak tudunk. Ő nem tudott arról, hogy két barátunk megállt hátul pisilni, és amikor jöttek, meglátták, és lefordultak. Mihály felhúzta a pisztolyt, és mondta, kurva, gyorsan dobjátok le a földre! Minden értéketeket, illetve a táskátokat, és a zsebeiteket is fordítsátok ki! Á, jó lenne, ha tudnék valami román akcentust csinálni, sokkal viccesebb lenne Mihály. Szóval... Én ezt nem értettem, hiszen nyolcadikos vagyok. Én ezt nem értettem, hiszen nyolcadikos vagyok. És még komplikált volt. És nem teljesen értettem. Így azt csináltam, amit a többiek. Ekkor jött el a mentők. A két barát Mihályt hátba rúgták, amikor kiesett a kezéből a pisztolyt. Ami...
sikeresen, amit sikeresen felvettünk a földről, mindenki megfogta az értékét, majd elkezdtünk futni. Sokáig futottunk visszafele, de amilyen rövid volt az út odafele, olyan hosszú volt visszafele. Mi? Egyszer csak a tesóm kiabál, ti csak fussatok. Én is megálltam, hiszen a tesómról volt szó. A többiek is megálltak. Tesómnál volt vadászkés, azzal szúrt, megszúrta Mihailt. Ekkor akinél volt a pisztoly, megfordult, és elkezdett sétálni arrébb lökte tesóm, majd Mihailt a földre lökte, majd felhúzta a pisztolyt, és már belőtte. Utána bekapcsoltuk az offline térképet, ami mutatta, hogy nem messze van egy falu, ahol van térerő. Elmentünk, hívtuk a román rendőröket, akik hamar odaértek. Körülbelül 10 perc alatt elmeséltük nekik, hogy mi történt, odaadtuk a pisztolyt, majd elvezettük őket Mihailhez. A vér ott volt, illetve a vadászkés. De Mihály eltűnt. Ideig követni tudtuk a vérfoltot, de kb. 100 méter után eltűntek. A fickó visszavitt a kocsihoz, és elmeséltük, hogy hogy került közénk Mihail. Mondta, hogy veszélyes helyre mentünk, ott sok gyilkosság, illetve vannak rablótonyák is. Kocsival visszavitt a táborhoz, összepakoltunk fél óra alatt, majd tűntünk a picsába. Majd egy kempinghelyre telepettünk le, ahol már több ember is volt. Ahova mentünk, körülbelül 75 kilométerre volt, másfél óra kocsikázás. Vásonkolyos. Ennyi volt, kösz, hello. Hát, mik történnek? Ikicsi és Pockos felé kérdezi, hogy mennyi LSD-t szívtál, ja, és mennyi kávét ittál. Kávét szoktam szívni, az LSD-t pedig teában iszom, köszönöm. Nem, amúgy valóság az az, hogy elaludtam, és pont úgy keltem föl, hogy ó, bazd meg, élőzni kell. Bocsánat mindenkitől, tényleg. Sziasztok, ez egy kis creepypasta, amit most találtam ki. Ezt küldte nekünk Lirc. Te érezted úgy, amikor átmentek az úton a zebrán? Mi? Nem. Ti éreztétek már úgy, amikor átmentek az úton, a zebrán? Vagy csak simán átfutsz, hogy már sietni kell? Mi? Na jó. Újból elkezdem, mert nagyon rossz, hogy síres. Ti éreztétek már úgy, hogy átmentek az úton, a zebrán? Vagy csak simán átfutsz, mert sietsz, mert meghalsz? Ez még csak az első fokozat. Ezután akárhányszor át kell menned, egy nyomasztó érzés lesz benned, hogy rohannod kell az életedért. A következő fokozat, amikor már szinte pánikba esel, amikor át kell menned az úton, és miközben át kell, szinte sírva fakadsz a pániktól. Ennél már csak az a rosszabb, amikor már rohanás közben meglátsz egy kisgyerek alakot, aki felé megy egy autó, épp úgy, hogy feléd is, azzal a különbséggel, hogy ő sikít, hogy fuss, majd eltűnik. A végső fokozat, amikor már látod a kisgyereket, és ő már sikít,
akkor te elkezdesz futni az autók fele. Azok dudálnak. De nem tudnak meg már lefékezni, és csat. Vége mindenek. Akkor felébredsz, és elindulsz a munkába, mész át az úton, de már nem tudsz úgy gondolni rá, mint ezelőtt. Ekkor jön egy hatalmas kamion, és úgy érzed, nem fizetnek eleget a munkában, a feleséged elhagyott, a gyerekeid utálnak, itt a vég, elcsap az autó, és rájössz, hogy nincs értelme az életednek. Hát jól gondolod, vigyorgós fej. Ez egy jó creepypasta volt, tetszik a vége. Ó. Ilyen az Ignó fordított valamit. Király. Ezt csak azért fordítom le, mert Ignó a szeretőm valójában. Azt mondja, hogy jó bro, ezt pár napja fordítottam. Hozzád illik a sztori. Hozzád jobban illik a sztori. Jó. Nagyon zavar, hogy kattog az órám, ezért kikapcsolom. Bocsánat. Nem merek, nem fogom tudni, mennyi az idő. Elraktam. Volt egy fiú, akit Matthew-nak hívtak, és 14 éves volt. Az apjának születésnapja volt, és Matthew szeretett volna venni valamit neki, de nem volt sok pénze. Szóval úgy döntött, elmegy egy bolha piacra. Miközben keresgélt az autó alkatrészek között, észrevette egy fényképezőgépet. Belegondolt, hogy az édesapjának mindig is kellett egy. Szóval megfogta és megnézte. Kicsit réginek tűnt, és pár karcolású is volt rajta, de az objektív tiszta volt. Ahhoz képest, hogy másodkézből van elég jó állapotú, gondolta. Hogy megnézze, működik-e, oda ment a legközelebbi tükörhöz, lefényképezte azt. Miután megbizonyosodott róla, hogy működik, az eladóhoz vitte. Megkérdezte, mennyit kér érte. És kevesebb volt, mint amire számított. Szóval megvette. Az eladó azt mondta, hogy ez a kamera 4 középiskolás tanulója volt, akik titokzatos módon eltűntek. Amikor Matthew ezt meghallotta, kicsit ideges lett, de hirtelen ablaktörés hangot hallott. Amikor hátra nézett, meglátta a tükröt, amit lefényképezett. Leesett, és apró darabokra tört. Este Matthew, az anyja, meg az öccse izgatottan várták az apját, hogy hazajöjjön a munkából. Az ajtó kinyílt, és mindenkin elkiáltotta magát. Meglepetés! És elkezdték az ajándékokat odaadni neki. A fényképező pont az volt, amit az apja régebben akart. Kiment a kertbe csinálni egy képet, az öreg fűzfáról, ami alatt a család kutyája játszott. Az órákkal később a fa kiszáradt, és meghalt. A kutya kirohant az autó elé, és ő is meghalt. Ezek után Matthew ült a kertben, és a kamerát nézegette. Észrevette, hogy más képek is vannak a gépen. Felfedezett egy képet arról a 4 tanulóról, aki volt a kamera. Ekkor rádöbbent, hogy ez a kamera el van átkozva. Ledobta a kamerát a fűbe, és sírva berohant a házba. Apa, apa, a kamera el van átkozva. Ha lefényképeznek vele valakit, akkor az meghal, vagy elpusztul. Visszafutottak a kertbe, és Matthew megrémült, mert az öccse játszott a fényképezőgéppel. Odafutott az öccséhez, és kivette a kezéből a kamerát. Csináltál vele képet? Ordított rá Matthew. Igen, miért? Válaszolt a testvére. Matthewnek megállt egy másodpercre a szíve. Miről csináltál képet? A napról. Menő, nem? Ebben a pillanatban elkezdett sötétedni. Kreatív, ezt tetszik.
Ez megéri, hogy írjak vissza rá. Jaj, ne. Írt nekem Donald Trump. Donald Trump. Lesz after party? Nem. Mark Lacey szólja Estinek, a gonosz boszorkánynak, hogy ne támadtam meg, kifejtem vágyaimat chatben. Hát, Esti tudja, hogy mi az, amit szabad mondani chatben, és mi az, amit nem. Legalábbis remélem. Esti, bocsánat, szóval... Esti, azt ne tájmája toljuk, aki csúnyán beszél, csak azt, aki sérteget valakit. Ja. Na, nincs kedvem köz. Én csak creepypastákat olvasok. Ú, de sok jön. Ah, nagyon, nagyon rengetegről le vagyunk maradva, srácok, és újakat küldötök. Úgy látszik, hogy külön videókat kell sem a régiről. Na jó, tartottam. Akkor most már a hószörnyet felolvasom, Bert. Ő küldte. Az újak közül. Zalán. Egyik nap az egyetemről az erdőn keresztül mentem haza. Bent tartottak, és az erdő volt a legrövidebb út. Mivel tél volt, ilyen tájban már sötét van. De mivel gyakran jártam erre, már régen hozzászoktam. Kellemes volt hallani, ahogy a hó ropog a talpam alatt. Beismerem, a fák csupasz és havas ágai néha kicsit megijesztettek. Viszont egy csomó csodálatos dolog is van egy esti erdőben. Az éjjeli állatok, a baglyok húhogása nagyon szép. Éppen egy kis rágcsálót figyeltem, amikor meghallottam egy hangot. Hasonlított egy medve dörmögéséhez, de kicsit mélyebb volt. Lassan a hang irányába fordultam, de csak lábnyomokat láttam. Hatalmas lábnyomokat. Olyan volt, mint egy emberi, de emberi lábnyomnak túl nagy lett volna. Elkezdtem követni, mert a félelmemnél nagyobb volt a kíváncsiságom. Azonban minél tovább mentem, annál kevésbé tűnt ez jó ötletnek. De ezt akkor is látni akartam. Mentem tovább, de az egyik fán észrevettem egy karmolás nyomot. Legalább 1 cm mély és 1,5 arasz hosszú. Lőttem pár fotót, majd mentem tovább. Amikor teljesen beesteledett, még a hó is hullani kezdett. Fenébe gondoltam. Hó befedi a lábnyomokat. Ekkor csemcsogást hallottam. Elindultam a hang irányába. Egyre közelebbről hallottam, amíg már szinte előttem éreztem. A hold fénye megvilágított valamit a sötétben. Egy hatalmas, legalább 3,5 méter magas lény. Nagy darabokat tépett ki egy szarvas tetemből, amiket mohón be is tömött a pofájába. Készítenem kell néhány fényképet, de a vakó nélkül semmi sem fog látszani. Így gondolkoztam magamban. Úgy döntöttem, kicsit jobban megmustrálom ezt a valamit, hogy jussak valamire. Kinéztem, de a talpam alatt hirtelen megrecsent egy ág. A lény lassan felemelte a fejét, ahogy a hold megvilágította, jobban szemügyre tudtam venni. Vörös szemeivel felém tekintett, éles fogakkal teli szájából csöpögött a vér. Fehér, bozontos szőre és kékes szürke bőre volt. Ez egy yeti? A yeti felállt és felém indult, miközben morgott. Olyan gyorsan futottam, mint addig még soha. Egy idő után leráztam. Hazamentem és mindent bezártam. Nem tudom, mi volt az, amit az erdőben láttam, de az biztos.
Többet én oda nem megyek vissza. Ez az a csukjás, amire gondolok. Nem tudom, de itt vagy Jack Nicholson. Ez az a Jack Nicholson, aki már írt nekünk. A csukjás. Mindenhol a csukjásként ismernek. Így is szoktok emlegetni. Bele tévések rám ragasztották a 11 órás gyilkos nevet. Nem tudják, ki vagyok. Nincs személy azonosságom, nincs lakcímkártyám. Nincs életem a kormány és a hivatali világ szemében, halott vagyok. Hogy zavar-e? Nem mondanám. Hisz tényleg nem élek. Mielőtt elindulnék a következő mészárszékhez, még összefoltozom magam. A rothadás egy szemét dolog. A bőröm már nem a régi, borzasztó szagot árasztok ilyenkor, és lassan elérem azt az időszakot, amikor a végtagjaim lerohadnak a helyükről. Megvan az a különlegességem, hogy nappal normális ember lehetek, de éjjel az a különlegességem, de éjjel egy-két lábójáró rothadásban járó hulla vagyok. Szóval szépen felöltöm a ruháim, fekete póló, fekete nadrág, fekete acélbetétes bakancs, hosszú, mély bordó kabátom és a csupasz fejtetőmet, illetve arcomat elrejtő csukja. Már az ajtó kilincsét nyomom le, mikor felnevetek. Te hülye, idióta, te fegyvered itthon hagyod. A koszos konyhába visszaballagok, majd a kis, rövid, acélszínű fejszét magamhoz vével kiballagok az ajtón. Az órámra pillantva látom, hogy alig múlt 10 óra. 15 perc alatt kiérek a vonatállomásra. Ma nem ide hazagyilkolok, elrabolok szomszédvárosba. Nem akarom lebuktatni magam semmivel. Míg áthaladok az utcákon, átveszem magamba. Miért is festek így? Mert nem eszek egészségesen. De a viccet félretéve, pontos oka nincs. Egyszerűen nem tudom, már nem emlékszem. Csak azt tudom, hogy a gyilkos vágy hajt. És ami hajt, azt nem szabad elfojtani. A sötét utcákat hirtelen csend borítja majd egy fősüketítő zúgás. Bambán tekintek fel a csukja alól. Szinte meglepődök. Milyen gyorsan elértem az állomásra. Felkocogok a lépcsőn, ami a peronhoz vezet, és szépen lefékezek a sínektől pár méterre. Valami kis ostobácska dalt dúdolgatok az orrom alatt, míg várom, hogy vonat megérkezzen. Kurva életbe is. Hideg van. Összedörzsölöm a tenyereim, összedörzsölöm a kezem, és belefújok. Egy pillanatra valami barátságtalan cuppanás zavar fel. A félig csukott szemeim kipattannak, és szép lassan oldalra tekintek. Egy fiatal lány áll mellettem, és a rágóján nyomog. Közben a telefonját nyomkodja. Tudjátok, olyan érintőképernyős vacak. Nekem nincsen telefonom. Viszont ahogy nézem, nem is kell ma utazni. Megvan a napi áldozat. Más dolgom sincs, mi
mint oda menni hozzá, és újból felcsap a vonat kürt, és jön a következő járat. Még engem is meglep, milyen gyakoriak most. Máskor órákat kell várni, míg az egyik elmegy, és jön a másik. A lány lustán beletúr a táskájába, és elővesz egy pénztárcát. A halk zörgésből ítélve, apróval fog fizetni, de nem fog. Kiegyenesedek teljesen, és elindulok felé. Ő nem figyel. Alig, ha nem látta, hogy ott vagyok. Viszont csak azt hitte, hogy én is egy utazó vagyok. Jobb is, ha így marad. Ne nézegessen. Már 2 méterre járok tőle, mikor a kabátom alá nyúlva, húznám elő a fejszét, de megáll a kezem. Miért nem teszek úgy, mintha csak baleset lenne? Szóval a kezem kihúzom a kabát alól, és szép lassan mellé lépkedek. A lány rám néz, de az arcomat nem látja, a mély csukja miatt. De el tudom képzelni az ábrázatát. Bizonyára elfintorodott. Hát nincs is rothadásnak Old Spice vagy Axe-szaga. És csak remélni tudja, hogy minél előbb felszállhat. El is indul az irányba, amerre a vonat megállni készül. Ám egy kéz megállítja. Az enyém. Mintha csak belassulna az idő. Megmarkolom a vállait, és erőteljesen a sínek felé lököm. Pápa édesem. A lány zuhan. Az arcán rémület fut át, ahogy pördülve még felén fordul esés közben. A vonat hiába lassított. Ez bizony kritikus és véres halál lesz. De ekkor az én arcomra is meglepődés ül. A lány beakasztja a lábát a peron pillérén, és megmarkolja a csuklom. De kis kurva, nem akarsz megdögleni? Torkomból hörgés tör fel. Az a kurva vonat egyre közelebb van, ez a kis kurva meg a kezem markolja, szabad mancsommal a kabát alá túrok, és a fejszémet előragadva rásuhintok a kézre. Azonban a sötétben nem jól látok, és a sajátom találom el. Nincs mit tenni. Már úgy se érzem. 2 gyors csapással lenyesem a saját csuklómat, és búcsóképpen még vért fröccsentek a lány arcába. Az sikítva zuhan, és ekkor újra felgyorsul az idő, amint a vonat telibe találja a lányt. Világos vér piszkítja be a peront, és a lábam szárát. Dühösen tekintek utána. Mocskos kis kurva. Megpróbált magával rántani. Hogy ölsz meg valakit, aki már halott? Azt írja Valkai Gergő, hogy olvast fel részek horror. Nem is tudom, hogy is kezdjem, valamikor 2014-ben. Volt egy nagyon furcsa gyerek a kocsmában, aki sosem kért semmit. Haverokkal állandóan nevettünk rajta. Ő még csak nézett és nézett. Már éppen mentünk volna haza, amikor megszólalt nagyon halkan, olvast fogyatékosan, gondolom az ilyen instrukció. Várjatok! Úgy nézett, mint egy démon. Haverokkal már menekülni akartunk, gondolom, de
utolért, fogta a kukujéjéd. Mi? Utolért fogta a kezét, és le akart ütni, de azt jött Wolfberg, és felolvasta a gyereknek ezt a történetet, és meghűlt. Wolfberg pedig felszívta magát, és meghalt. Durva. Várjátok, muszáj tartom egy rövid szünetet. Megint eltűnt az ablak, várjatok. Nem tudom miért, ez a Firefox egyszerűen nem akar jobb lenni az OBS-sel. Szóval. Donald Trump, nem hiszem el, Donald Trump nem csinál semmit, csak nyávog, mint a való életben. Bocsi, Márka panaszkodásért, de kedves Eszti azért 5 perc eltiltott, mert azt írva, ez a live nem lopott. Mi? Ez a live nem lopott? Ezt nem értem. Már nem értem, mit jelent. Szóval... Olvasd fel a történetem, please, mondja Catboy. Nincs itt történet, azt hiszem már felolvastam. Olvasni való. Jó sztori. Kacsintós fej. Megpróbáltam elaludni. Befordultam a fal felé, és magamra húztam a takarót. Kint esett, és erősen bevilágított a holdfény. Ezért behúztam a függönyöket. Lassan elszunnyadtam, és álmodtam valami baromságot. Így inkább felkeltem, és hallgattam az ereszen koppanó esőcseppeket. Nem sokára újra álomba merültem. A cseppek zajai kezdtek elhalkulni. A koppanásokat hosszú, tompa csikorgások váltották fel. Vizes ujjak hangja, ahogyan az üvegen végighúzódnak. Megfordultam, hogy az ablakra nézzek, de a függönyt nem volt erőm elhúzni. Fejebb húztam a takarót, és behunytam a szemem. Nem tudtam aludni. Megmagyarázhatatlan idegesség lett úrá rajtam. Éreztem valakinek a jelenlétét. Hülyeség, gondoltam. Ez csak a sötétség meg a beszűrődő holdfény miatt van. A képzeletem alakokat rajzolt a sötétbe. Gyorsan a fal felé fordultam, hogy ne lássam. Ez kissé megnyugtatott. De nem sokára eszembe jutottak a vizes ujjak az ablakomon. Álmomban láttam, ahogy az üveget tapogatják, és keresik a bejáratot. Óvatosan beljebb lökik az ablakot, és benyúlnak a résen. Megérintik a vállamat. Ez már nem álom. Erős és vaskos ujjak voltak.
Nagyobbak, mint az álmomban. A hatalmas kéz megragadott, és maga felé fordított. Jaj, ne tudom, hogy hol megyünk ezzel. Ekkor már teljesen ébren voltam. Ránéztem a felettem tornyosuló hatalmas árnyékra. Ő volt az. Shrek. Készen álltam. Nem tudom, hogy honnan tudjátok, hogy a Shrek az életet, azt én csináltam egy haverommal, ment a szinkront. És tetszik, hogy így referáltok rá. Köszi, és sajnálom a helyesírási dolgokat, de enyhén diszlexiás vagyok. Miért nem ezzel kezdted, akkor nem vicceltem volna veled. Akkor ez esetben elnézést kérek. Cerberus. Ez megint Jack Nicholson. Jaj. Hú, ez nagyon sok. Cerberus. Már 2017-et írunk. Ugyan még csak egy órája írjuk ezt az évet, de én már enyhén becsípve rovom az utcákat. Azt hiszem büszke lehetek magamra, hogy nem nyomtam be. Mögöttem pár tinédzser zajongva dumál, ők se lehetnek túl szomjasak. Enyhén hasogat a fejem. Újabb kort sört leküldök, és átvágok az egyik játszótéren. Messziről vöröses fény árad, mintha csak lámpákkal világítanának az égre. Furcsa. Ahonnan a fény ered, és nincs semmi ház, ahonnan ilyen lehetne. Ha csak a pékségben nem tartanak valami bulit még. Füst is követ? A franc, valami kigyulladt. Gyorsan letolom a maradék sört, és sietve szedem a lábaim, hogy lássam, mi történt. Körülbelül 20 méter után dermedten állok meg. Nem mondom, hogy félek, de meglepődök. A pékség lángokban áll, egy tucat ember pedig a közelben sétálgat fel és alá. Néhányan zavartalan nézelődnek. Az egyikük arcát látva rossz előérzetem támad, pláne mikor megcsapja az orrom a... Ez az éget szag. Éget hajszag. Ekkor egy fiatal nő elkezd üvölteni. Egy kutya volt. Egy háromfelű kutya volt. Valaki hallgattassa már el, és hívják a mentőket. Ez az ember mindjárt meghal. Ez vagyok kéne, hogyha valaki haldoklik. Ez az ember mindjárt meghal. Bocsánat. A hang felé kapom a fejem. A pékség melletti kis park szélén egy kő asztal van építve, amin most egy test hever. A sötétség nem engedi látni, mi van vele, de látva a mellőle kilépő fickót, akinek tiszta vér a keze, sok jót nem remélek. Ugyan erős a gyomrom, és már láttam halott embert, nem akarok közelebb menni. Égett szagárad felőle, alig ha nem a fickónak annyi. Az egy kipazott kutya volt. Üvölti újra a nő, elkapta a fickót, és... Hát fogd már be a pofád, Andi, mordul rá a véreskező ürge. Az istenit! Ide már hullaszárító kell. Hullaszárító? Bocsánat, basztam. Az istenit! Ide már hullaszállító kell. Zsibbat mozdulatokkal lépegetek az kőasztalhoz, és ránézek a hullára. Ó, baszt. Ó, baszt. Az űrge arca le van teljesen égve. Majdnem szürke színt öltött. Vagy szürke. Ez nem korai még egy hullának, akik csak pár perce haltak meg. Na mindegy. Az oldalából pedig az ott egy harapás, és baszd meg, kilógnak a belei. Azt hiszem hányni fogok. Épp csak visszatartom a gyomrom tartalmát, a hideg ellenére leveszem a bőrkabátot és leterítem a fickót. Pulóverben kurva hideg van, de... Ja, ez ilyen... Gondolom. Felkapom a fejem. A pékség oldalát elrejtő bokorból morgás. Jól tippeltem, tör fel. A veszekedő fickó felkapja a fejét, miközben a farmer... Farmer szélébe törli a véres kezét. Mmm, minci mozgó. Andi,
Mi a fasz? Egy fekete árny az első dolog, amit a kapásból kiszúrok, mielőtt éles fájdalom hasítaná az oldalamba. Felborít ez a valami, ami nem tudom, nem tudom micsoda, de kurvára eltalálta. Eltrafálta az oldalam. Nagy nehezen feltérdelek, és a bordámhoz kapok. Ó, bazd meg, ó, bazd meg, ó, bazd meg, ó, bazd meg, kurvára eltrafált. Bazd meg, elvérlek. Nem vagyok jó az ilyen érzelmekben, hogy helyőrözni kell, bocsánat. Szóval, bazd meg, elvérzek. Erőlködve elnézek az árny irányába, talán csak a fájdalomtól, de alig hallok még bármit is. A szemeim se úgy fókuszálnak, ahogy kéne, csak azt látom, hogy egy baszott nagy négy lábon álló valami, ami épp egy véres szafatot cincel, ami lehet, hogy az enyém, hogy a nő az, vagy se, nem tudom, de ha most nem kelek fel, akkor én is így járok. Gyerünk, kelj fel. Nagy nehezen a lábamra állok. De visszaesek. A beleim egy része oldalról próbál kiszabadulni. Rémesen fáj. Innen élve nem jutok ki, szánalmas nyögés tör fel a torkomból, ahogy előrködve próbálok valami segítségért félni. Segítség félét törni. Kérni, de a dög felén fordul. Ez egy böhöm nagy kutya. Viszont a két szem helyett hat néz. Szinte gúnyosnak is mondható, ahogy a meglepődéstől egy vérbuborékot pukkasztok ki a számból. Kurva ijesztő ez a dög. Becsukom a szemem, és már csak a mordulást hallom, ahogy rám vetődik, és feltépi a torkom. Utóirat. A történetben furcsa mód tényleg van igazság. Tegnap este, ahol lakok, tényleg kigyulladt az egyik pékség. Illetve az udvarában egy kocsi. Bocsánat, áskítottam. Konc Dominik. Szia Meg! Beolvasod a történetet? Sokat jelentene. Persze. Bármit. Egy hű horror szerető embernek. Szia Márk! Ezt a történetet külön a podcast kedvéért írom. Ez király. Akkor én meg külön a te kedvedért fogom jól felolvasni. 18 óra 6 perc. Még mindig hallom. Azt hiszem már kezdek megőrülni. 5 perccel később egyre közelebb és közelebb jön, már nem bírom. 19 óra 19 perc, mert egy jó darabja nem hallom. Inkább megyek aludni, rám fér egy kis pihenés. Az a szörny. Az a tetves rohadék álmomban eljött. Körülbelül 3 méteres lehetett hosszú karjaival. Értem nyúlt. Amin ezernyi karom volt. Csupasz testén egyfolytában csak az új sebek jelentek meg. Hirtelen felébredtem. Megkönnyebbültem, hogy ez csak egy rossz álom volt. 13 óra, 37 perc. Nem tudom, mi van velem, de egyre gyengébbnek érzem magam. Mindig úgy érzem, egyre közelebb van hozzám. 14 óra. Inkább bekapcsolom a tévét, hát ha elfelejtem a történteket. Nem segített semmit. Igen, most már biztos, hogy itt van. A pincéből kaporászást és ordítozást hallok. Rendőrt fogok hívni. Eltelt egy óra. A rendőrök még mindig nem jöttek ki. A hangokat már nem hallom. Lemegyek és megnézem, még mindig ott van-e. Hiba volt. Amit ott láttam, úgy belerögzült az agyamba, hogy sosem fogom elfelejteni.
Minden tiszta vér, húst szafatok mindenfelé, és ő ott a sarokban egy élő ember teszik, aki csak azt tudja suttogni, segítsen. Nem tudtam, mit tenni, elfutottam. Berohantam a konyhába, és rögtön a konyha késért kutattam. Nem találtam. A leggyorsabb módon felfutottam a hálószobámba, majd elbújtam az ágyam alá, és elfojtottam minden szuszogást. Hallottam, ahogyan rohan fel a szobámba ordibálva. Nem is értem, hogy történhetett mindez. Nem tudom, hogyan vetemettem erre, de kibújtam az ágy alól, és be egészen a legközelebbi házig futottam. Dörömböltem az ajtón, és ezt kiáltozva, hogy engedjenek be! Amint ajtót nyitottak, ez a szörnyeteg eltűnt. És még engem néznek hülyének. Persze, mivel egy elmebeteg pszichopatának néztek, nem engedtek be. Vissza kellett mennem abba a szörnyű házba, ahol az a szörny van. Nem. Egyszerűen nem. 15 óra, 46 perc. A rendőrök nem találtak semmit, a pince normális állapotban volt. Alig hiszem el ezt az egészet. Ez volt az első sztorim, amit írok, ezért bocsánat, hogyha béna lett. Ha szeretnéd, hogy folytassam, írj vissza! Mivel azt írtad, hogy nagyon fogyatékosan kell felolvasnom, ezért nagyon arisztokrata módon fogom felolvasni. Miután felszívta magát Mark, utána élt. Beszéltünk, szívtunk egy kis anyagot. Aztán zombikat flasheltünk le. Levertük a zombikat, akik igazából a Ninja Studio feliratkozói voltak. Getz! Itt a vége. Szívják föl még az anyagot. Azt faszokat ültünk le. Ez mit jelent egyáltalán az, hogy faszokat ültünk le? Köszönöm ezt a szép történetet. Hely legenda. Azért megnézem, hogy van-e Shrek vége. Nem, nincs, király. Komolyan valakinek ez a neve, hogy Life is Shrek? Shrek is life. Nem tudtam, hogy mit hozok világra, amikor ezt a videót készítettem, komolyan. Van címe? Helyi legenda, oké. Okay. Oké. Okay. A féllábú kömlődi patkányfiú. A történet szerint 1970-es évek elején a kömlőd közelében lévő szovjet laktanyában folyó kísérletek egyik szörnyteremtménye a környező falvakból gyerekeket vitt el a szovjetek, de... A környező falvakból gyerekeket vittek el a szovjetek, de közülük egy se tért vissza. Kivéve egy kömlődi gyerek. Aki már egy eltorzult patkányra hasonlító teremtményre hasonlított. Első találkozás 1970. augusztus 14-e. Először édesanyja találkozott vele, amikor éjszaka ment ki a kamrába, a tyúkudvarba. Tyúkudvarban látta meg a lényt, amint a baromfik tetemét eszi nyersen. A nő ekkor megijedt, mert minden tiszta vér volt, amikor a lényt már egy ideje figyelte. Észrevette, hogy hiányzik a bal lába, pont mikor a fiának, aki eltűnt. Ekkor a fia nevén szólította a lényt, ami hangos, nyűszítő hangot adott ki, majd a nőt, fellökve, bevetette magát a házak mögött lévő kukoricásba.
Másnap a falut ellepték a szovjet katonák, akik először a nő házához mentek, aki elmondta, hogy látta a lényt és merre ment, de azt nem vette fel, hogy a fiát is felismerte benne. Ezután október elejéig a katonák járták a vidéket. Majd októbertől kezdve úgy tettek, mintha semmi sem történt volna. 1971. augusztus 26-án egy nagyparnak pusztai lakos ment éjszaka gyalog haza a tanyára kömlődről. Ekkor látta meg maga előtt a lényt, amint az út közepén kukoricát eszik. Nem mert közel menni hozzá, így megvárta a patkány fiú befejezi a dolgát. Mármint megvárja, még befejezi a dolgát, igen. És magától tovább áll. Második észlelésénél is azt tűnt fel a férfinak, hogy hiányzik a lény bal lába. Ezután évekig nem lehetett hallani a patkány fiúról. Az 1985-ös 5. évben gyakran találtak a falusiak, házi állatok halott és megcsonkított tetemét, és a siklókból származó kukorica, silók, bocs, áj, Istenem, és a silókból származó kukorica maradványokat. Még ebben az évben egy traktorvezető is találkozott a lénnyel, miközben kint a földeken dolgozott. De ekkor ő már négy darabbal találkozott két naggyal, amik akkorák voltak, mint egy felnőtt, és két kisebbel, majd hirtelen el is tűntek a földek melletti erdőben. 1990-ben egy férfi ment ki az erdőbe gombát szedni. Ekkor dokumentálták az első ember elleni támadását. Rárontott a férfira, és elkezdte marcangolni a karját. Ekkor az áldozat még elő tudta venni a kését, és az oldalába szúrta a lénynek, ami ekkor elmenekült. A férfi karját le kellett amputálni az eset után, ugyanis az elfertőződött. Ezután a falusiak hajtóvadászatot rendeztek a lény ellen, ami majdnem sikerrel járt. Az egyik kicsit sikerült is elkapni, amikor az egy rókacsapdába lépett. A falusiak fejszékkel és egyéb szerszámokkal agyonverték, miközben a szörny istentelen üvöltő hangot hallott. A tetemet ezután elhamvasztották, így azt tanulmányozni nem lehetett. Hülye vidékiek. Kivétel azt, aki most ezt nézi, és vidéken lakik, az nem hülye. Ezután már a lényeket nem észlelték hosszú ideig. Legközelebb 2004-ben látták, miként az erdő széléről figyeli a falut. De amikor észrevették, vissza is ment a sűrűjébe. Legutolsó észlelése 2012-ben történt aratás idején, amikor egy kombájn aratott, és annak vezetője látta, amikor a zaj miatt kivágtatott a kukoricásból az erdő irányába. A kömlődi lakosok a mai napig félnek attól, hogy felbukkan, és megint emberre támad a patkány szörny. A féllábú, kömlődi patkányfiú Magyarország egyik leghíresebb története. FKPM. Oké. 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 Nem értem ezeket az e-maileket, Catboy, fejezd be. Kapcsolt ki a gépet és menj aludni. Szaftos. Jó. Szia! Ez a sztori az első történet, amit én találtam ki. Előre is elnézést a helyes írás és a fogalmazás miatt. Remélem megér egy kis olvasást. Jó szórakozást! Tizenhat éves voltam. Este a barátaimmal kb. 20-21 óra körül az utcát róttuk.
Ez amolyan szokás volt a körünkben. A temető mellett haladtunk el. Én utáltam arra menni, de a barátaim miatt nem szóltam egy szót sem. Nem akartam, hogy ijedősnek tartsanak. A hideg futkosott a hátamon a temető csendje miatt, a fejünk feletti utcalámpa villogni kezdett, majd kiégett. Ekkor a vér is megállt az ereimben, és kijött rajtam a paranoiám. Én menni akartam, de a barátaim kitalálták, hogy most a sötétben menjünk be a temetőbe, bátorság próbát csinálni. Egy kis vonakodás után belementem, a telefonommal kellett világítanom. Bementünk, a sírokat belepte a moha és a piszok, furcsa szag terjedt és borsodzott a hátam. Az egésznek olyan nyomott hangulata volt. A feladatom az lett, hogy menjek el a legtávolabbi sírhoz, és nem vihettem magammal a telefonomat világítani. Ez nekem felért egy golyóval a fejembe. Nagyon bejöttem. Nem volt lámpám, sötét volt. A temetőben, abban a nyomasztó csendben elindultam, egy kb. 10 perces séta várt rám a pokol kapujában. Már látó és halló távolságon kívül voltam a barátaimtól. A hideg futkosott a hátamon, görcsölt a gyomrom. Ekkor megtörtént, amitől rettegtem. Egy alak rajzolódott ki előttem, de nem mertem volna fogadni, hogy egy másodperccel előbb nem volt ott. Egy sír mellett állt. És akkor rám emelte a tekintetét. A vér is megfagyott bennem. Kiáltani akartam, de nem tudtam megszólalni. Mint egy bohóc lett volna. Bocsánat. Mint egy gombóc lett volna a torkomban. A lábam is földbe gyökerezett, az az arc akár egy horrorfilmben. Hatalmas száj és elkapocs, tüskeszerű fogak, szörnyű volt. És azok a vörös démoni szemek elindult felém, és olyan hangot hallatott, amilyent ember nem tud hallatni. Végre éreztem, hogy vérszál. Mi? Végre éreztem, hogy vérszál megdermedt végtagjaimba, és teljes erőmből futni kezdek. Meglátom a barátaimat, és kiáltok, hogy futás. De nem mozdulnak. Csak állnak, és értelmetlenül néznek, és akkor meglátták az utánam loholó valamit, elképednek, és nem mozdulnak. Még én csak futok feléjük. Futás, kiáltom megint. Ekkor nagy nehezen elindulnak, és futnak a kapu felé. Valami elkapta a lábam. Elestem, és egy szúrást éreztem a hátamba. Megharapott az izé. Belerúgtam, és nehezen leráztam magamról. Felállok és futok, nehezen, lassan, de futok. Ekkor tudatosult bennem az, hogy az életemért futok. Kiérek a kapun, a lény már nem követ, viszont nem kapok levegőt, és a világ egyre sötétebb. Elájultam. Egy ágyban ébredek, barátaim körében, kórházban vagyok. Azt mondták, agyvérzésem volt, de túléltem. De a hátamon égtelenkedő, hatalmas harapás. Nekem azt sugallja, hogy a tegnap estiek megtörténtek. Hogyha azt írod, hogy olvasd be az enyémet, akkor küldd el a történetet, mert nincs egy történet. És akkor úgy könnyebb lenne nekem, köszönöm. Öh.
Ja, tényleg igazad van. Át kell írnom a videó címét. Köszönöm a segítséget. Hol is kell? Itt. Bum, 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 bum. Pedig kiteszem ezt. Köszönöm, hogy szóltál ebben. Ez fontos. Jézus Mária, 121-en vagytok, az olyan durva. Na jó, most hogyha ezt tettem 8-asra, akkor ezek szerint akkor ez már a 8., ugye jól mondom. Itt már nem kell csinálni semmit. Ha valakinek véletlen van 1 millió forintja, az adjon már nekem kölcsön egy jobb számítógépre, mert meghalok ettől a krumplitól, amin nekem itt dolgoznom kell. Jó. Szóval, köszönöm, Finn, Émer. Légy szíves, be lehet, hogy már hallottad. Oké. Okay. Jaj. Egy olvasd be, 2,5D. Lehet, hogy már hallottad máshonnan, de gondoltam leírom. A leírom alatt azt értett, hogy copy-paste. Szóval, volt egyszer egy kis... Nem fogom így felolvasni. Volt egyszer egy kislány, akit Annának hívtak. Volt 3 barátnője, Timi, Lilla és Fanny, akik elég lázadók. Züllöttek voltak, sok bolondságot csináltak, a kislány hitt a Mikulásban. Igen, azt hiszem, ezt már olvastam. A Fekete Kávé podcastben. Sajnálom. És már nincs Mikulás amúgy is. Bocsánat, nincs Mikulás. Csak karácsony van az ő. Márk anyja. Márk anyja kérdezi, ha azt mondtad, bepótoljuk az álmal a történeteket, akkor miért azokat olvasod fel? Amiket most írtak egyébként. Jó podcast, csak nem értem. Hajrá, méhem volt lakója. Édesanyám, ez azért van, mert hogyha eljön ide egy csomó ember és elkezdenek élőben küldeni történeteket, akkor sokkal kíváncsiabbak arra, amit ők küldtek éppen most, mint az hallgatni, amit már régen elküldtek. Valakik, akik lehet, hogy most nincsenek itt? Ez a magyarázatom. Nagyon köszönöm ezeket a gyönyörű fanartokat. Hát ez valami nagyon új. Igen. Ezt nevezem. Mikor már kell zombikat fesseltünk. Kicsit késve nézem a live-ot, és láttam, most hallottam, hogy te csináltad a Shrek a szeretet. Valahogy mindig is ismerős volt benne az ember hangja, de most legenda végre beigazolódott. Most olyan a kérdés, mi lenne, hogy úgy tudom folytatása? Ja, hát az igazság az, hogy én csak lefordítottam a szöveget, és az egyik osztálytársam, akivel a Nincs Studio nevű YouTube csatornát vezetjük, a Soma
szinkronizálta, tehát hogy az ő hangja van benne, én csak lefordítottam, meg én raktam fel. De... Jézusom, négy része van. Tudjátok, mit megcsinál mind a négyet. De nem most, hanem majd. Lesz még öt igaz félelmetes történet? Persze, hogy lesz. Biztos, hogy lesz. Tehát, hogy... Igen. Lesz. RP szeret csinálni igaz történeteket. Én még nem csináltam. Na, gyorsan felolvasok pár ilyen embert, akit a privilege-ének érzi, hogy küld itt a történeteket, mi az üzeneteket. Például az, hogy szia Márk, kérlek, ha nem nagy gond, akkor felolvasás az én történeteket is. Ott van lejjebb december 20 fokán írtam előre, is köszi. Mi? Hú, nézd meg az üzenetem. Igen, megnéztem, köszönöm. Simon, mi? Simon? Mi? Benhagytad a szünetet, élek? Jó, hát végül is még nem mondtam történetet, szóval igen. Ott már igen tudom, hogy ott maradt a történeten, mert Marilyn Manson fan. Köszönöm a visszajelzéseket. Az amatőrizmusom onnan jön, De köszönöm, hogy szóltok, és ilyen kedvesek vagytok velem. Szóval... Itt a történet! Ha azt mondom, Jack Daniels, mindenkinek az ismert alkoholos ital jut eszébe. Kivéve engem. Én azonnal egy estére gondolok, ha meghallom. Egy este, mikor én és az apám egyedül maradtunk anyám halálával. Fú, töményen kezdődik. Akkor azon az estén az apám elmondott egy történetet. Úgy csináltam az apa hangot. Nos, fiam, mondta volt rég mi? Ja igen. Nos, fiam, mondta, volt régen egy nagyon jó barátom, akinek volt egy Alzheimer kóros apja. Miután egy balesetben meghalt a barátom, a nagyanyja egyedül maradt az apjával, mivel az anyja elhagyta őket. A fiú rengeteg időt ölt az apja gondozásával. Az idősödő férfi állapota egyre csak súlyosbodott. Pár év múlva elkezdett beleőrülni az örökös odafigyelést igénylő öregbe. Teljesen máshogy viselkedett, mint az előtt. Ingerlékenyé és iszákossá vált. Nem is beszéltem vele olyan sokat abban az időben. Egyik nap ezt olvastam az egyik helyi lapban. Az idős Daniels bácsit holtan találták a házában. Az öreg fejjel lefelé lógott a plafonról. Szélesen fel volt vágva a szája, és össze volt varva, mintha mosolyogna. Az öltések között egy eperlekváros kenyér volt. Az öreg Daniels allergiás volt a lekvárra, és rühelte is azt. A hasán egy hatalmas, összevart nyílás volt. Mikor le akarták venni, leszakadt a holttest feje. És milliónyi légy lárva zúdult ki a nyakból. Pár nap múlva a volt barátom bevallotta, hogy ő tette ezt az apjával. A nyílást ő vágta a férfi hasára, és azon keresztül tette bele a lárvákat.
A száját is ő varta be. Életfogytiglanos börtönbüntetést kapott. Ott voltam Daniels bácsi temetésén. A kedvenc zenéje ment ismétlődve. Bonnie M. Rasputin. Aztán elfeledtem a sitten rohadó egykori barátomat. Pár évvel teltével a celejában találták meg messzelnől. Testén a Rasputin dalszövegével. A betűk mélyen belehasítva voltak a bőrére vágva. A cellában még találtak egy szemüveget. Mindenki azt hitte, hogy a halotté. Ugyanis apja, fia egyaránt szemüvegesek voltak. Elkönyvelték öngyilkosságnak, de én ismertem. Ő sose volt olyan. Gyávának tartotta az öngyilkosokat világéletében. Bementem a rendőrösre, és elkértem az aktákat, meg a szemüveget. Elkezdtem olvasni, de akkor kiesett a kezemből az akta. Az öreg Daniels szemüvege volt, amit az aktalapjai mellett véletlenszerűen láttam meg. Ebben a szemüvegben temették el a fiáit, az apa sírkövén találtam még másnap reggel, mikor kimentem a temetőbe. Össze volt törve, és el volt hajlítva. Az egyik nagyobb hegyes szilánkon vércseppek gyöngyöztek. Miután befejezte a történetet, csend borult a házra. Sosem felejtem el az apám könnyeit. Nice, tetszett ez a történet. Nem maradt már benne a szünet, már régen elmentem be. Nincs ott. És így néz neki, hogyha ott lenne, de nincs ott. Most már látod. Bocsi, helyesírási hibákért, csak kíváncsi vagyok magamra. Hasd. Nem értem. Nem értem. Yeah, elindultok lefelé végre. Üdvözletem küldöm. Ez a levél nem szólna sok mindenről, csupán meg szeretném köszönni, hogy ismét egy nagy csatorna született. Remek videókat készítetek. Kezdve a kriptid legendákkal, és egészen az ijesztő igaz történetekig, vagy akár bármelyik videó, hisz nagyszerű. Nemrég vagyok a követője a Sötét Mesék csatornának, de lassan az összes videót láttam. Fantasztikus és minőségi munka, csak így tovább. Valamint még egyszer köszönöm az álmatlan éjszakákat, amit, vagy egy-két sztori, vagy éppen az, hogy na jó, ami ma, na jó, még egy, és tényleg alszok, úristen, hogy lett reggel öt. Szóval köszönöm, valami szörnyen nincs rendben a fiammal, a sztori az nincs valamilyen véletlen írásos magyar nyelvű formája, amiben megtekinthető. Nem tudom, felhívom nektek RP-t, mit szóltok? Mennyi az idő? Már még fel tudom hívni. Hívom RP-t. Tudjátok mit? Kihangosítom nektek. Hello. Szia, zavarlak? Mondjad. Valami szörnyen nincs rendben a fiammal történethez. Van írásos fájlod, vagy valami, ami olvasható? Nincs. Azt én nem úgy fordítottam le, hogy írtam, hanem egyből felvettem a fordítást. Értem. Jó van. Akkor a válasz. Meghallgattam egy mondatot angolul, utána egyből felvettem magyarul. Értem. Tehát akkor a válasz nem. Csak azért mondtam, mert kérdezték, és gondoltam, hogy felhívlak, és jobb, hogyha te mondod meg a választ élőben nekik.
Úgyhogy már éppen csinálom most a fekete kávét. Nem mindegy. Akkor bocs, hogy zavartalak, és további szép estét, vagy nem tudom, mit csinálsz. Oké. Szia! Hello. Szóval konfirmáltam nektek a választ. Köszi, hogy meghallgattad. Mi? Ja, külön, akkor megcsillagozzak. Hol a csillag? Itt a csillag. Hol a csillag? Ne, itt a csillag. Hol a csillag? Itt a csillag. Megcsillagoztam neked, hogyha feliratkozok folyamatos történetébe akarod. Szóval... El szeretném mondani, mi történt velem, mondta Ábrahám. Vagy ide, nem tudom. Ide vagy Ábrahám? Én szerintem ide. Gondolom ide. Nem biztos, Ibor, lehet, hogy Ábrahám. Lehet nőnek hívni Ábrahám? Nem tudom. El szeretném mondani, mi történt velem. Mikor kisebb voltam, mindig elképzeltem, hogy volt egy testvérem. De én egyke vagyok. Addig adok... Mi? Addig adok, kiszedem anyámból. Mi? Nem értem. Szóval, de én egyke vagyok. Addig adok, kiszedtem anyámból, hogy lét volna 6 éves koromban testvérem, de a hasában meghalt, a szíve nem volt elég erős. Magyar nyelvű történet. Én mindig beszélgettem valakivel, aki lány volt, és még el is neveztem Rékának. De azt sosem tudtam meg, hogy lány lett volna, vagy fiú. Én úgy gondolom, hogy vele beszélgethettem 15 körömig, mi? Így most már nem hallok semmit, senkit. Én most 13 vagyok, ez az én furcsa történetem. Elég furcsa történet. Elég furcsa történet. Szóval, van egy lány, akinek a... Jó. nem tudom. Zalán az egyik legaktívabb. Olvasunk, esküszöm. Egyik nap az egyetemről az erdőn keresztül mentem haza. Bent tartottak, és az erdő volt a rövidebb út. Mivel tél volt, ilyen tájban már sötét volt. De mivel gyakran jártam erre, már régen hozzászoktam, kellemes volt hallani a hóropok. Várjunk csak, ezt már felolvastam, nem? Várj. Igen, ezt már felolvastam ugyanebben a live-ban, ez borzasztó. Szóval... Szabolcs, hello. Arra gondoltam, hogy jó lenne egy démonokról és az ördögökről... ördögről szóló videó. Amúgy a videóid jók, este szoktam hallgatni őket, és úgy rám szokták hozni a frászt, hogy nem tudok aludni. És még annyi, hogy lehetne egy videó a gyerekek képzeletbeli barátairól, ami ennyit szerettem volna mondani, és remélem 2017-ben nem fogok tudni aludni. Démonokról. És ördögről. Én már gondoltam arra, hogy csinálok egy rituálpasztát élőben, és felveszem kamerákkal. De eddig nem sikerült, mert érettségi ideje van, és azzal kell foglalkoznom, még akkor is, hogyha mindenből megbuktam fél évkor. Szóval, karácsonyi üdvözlőlap! Mi ez? Mi ez? Mit látok? Na jó. Ezt a végére hagyom, mit szóltok, még olvasok, aztán... Mi van ezekkel? Várj. Jack Daniels halála, ezt olvastam, nem? Igen, ezt már olvastam, ezt olvastam. Mondom, ezt olvastam, kedves Google, szóval...
Rövid kritikát? Az jó volt, tetszett. Mert tényleg olyan jártas emberek, hogy szeretnéd be is olvasod. Küldj még ilyet, tetszik. Ugye itt egy creepypasta. Úristen, a másfél órája streamelek. Tetszik a profilképet, Sipos Bence. Szóval... Creepypasta. Mikor először a szemedbe néztem. Már régóta szerelmes vagyok egy lány barátomba. Nem kéne ilyen félősnek lennem, csak el kéne neki mondanom. Különben is úgy érzem, hogy mostanában ő is egyre jobban közeledik felém. Elterveztem hát, hogy amikor legközelebb összefutunk, ezt el is mondom neki. Mikor először a szemedbe néztem, már tudtam, hogy te más vagy. A kék szemeden megcsillanó fénysugár játszott a tekintetemmel, és éreztem, hogy többet te se akarsz más lelkébe nézni. Az arcod halovány, fehér színe fakón pislákolt a holdsugaraitól, néhol a szél és szőke tincseid összességével befedve. Ajkad pirosan izzott az éj köntöse alatt. Persze, ehelyett csak ez sikerült kiböknem. Miért járkálsz ilyen későjelként, veszélyes le? Folytatnám a mondatot, de ő csak átsóhant rajtam, mintha nem is hallana. Elővette a zsebéből egy mécsest, meggyújtotta, és egy fénycseppel az arcán a képem előtt pislákoló gyertyák közé helyezte. Remélem tetszik, igazából abba bízva küldöm el nektek, hogy egy összesített videóban vagy akárhogyan felolvassátok válaszatokat. Előre is köszönöm. Nekem is van szellemfétisem, nem probléma. Jó! Ki jobb? Mielőtt felolvassátok, tudtatni akarom veletek, hogy ez az első creepypasta, amit írtam. Remélem tetszeni fog. Ha tetszett, írjátok meg nekem, vagy mondjátok a videóban, megkírom a folytatást. Végzett 001. Gergő jópofa srác volt. Mindenki szerette, de 13. életévében minden megváltozott. A 13 éves, 150 cm magas, barna hajú, szép arcú srác álmosan ébredt fel, majd az órájára nézett. Azonnal felugrott, tudván, hogy már 7 óra 30-an, 7:30. Szegénynek a buszon kellett megírnia a leckét. Amikor beért az iskolába, a nagy rohanásban hirtelen azt se tudta, merre menjen. Később rájött, hogy az egyes terembe kell mennie. Minden a megszokott volt, egészen addig, amíg be nem csöngettek, ugyanis nem volt tanár. Ezt eleinte a nagy megkönnyebbüléssel fogadta. Fogadta, de 2 hét leforgása alatt már elgondolkodott rajta, mi a franc baja lehet ennek a tanárnak. Péntek este, amikor már az ágyában feküdt, Viberen ötletelni kezdtek, hogy mi baja lehet. Ez érdekelte. Voltak, akik azt mondták, hogy csak egy szimpla tüdőgyulladása van, volt, aki azt mondta, hogy depressziós. Sajnos az utóbbinak volt igaza, mikor reggelizés közben nézte az RTL híradót, majdnem elejtette a tányért, holtan látta a tanárt, valami olyasmit mondtak, hogy őrületében öngyilkosságot követett el. Utóbb kiderült... Bocsánat, még több héten keresztül pszichológushoz járt, mivel nekik régi fajta tévéjük volt, megállította az adást. Mi? Ki lehet ő? Mit akart attól a szerencsétlentől, hogy az őrületbe kergette? De egy idő után már kikopott a fejéből, egészen addig, amíg álmodott. Álmában a házuk melletti fenyőerdőben állt a téli ruhájában. Pislogott, de mire felfoghatta volna, mit lát már, el is tűnt. Ekkor újra megjelent egy vele egymagas öltönyös ember,
állt, úgy nézett ki, mint ő, azzal a különbséggel, hogy nem volt szeme. Azaz, csak egy nagy, halom fehérség áradt ki szemgödreiből. Lassan kezdett siklani a levegőben, és így szólt kedves hangon. Én vagyok az. Gergő 6 órakor felébredt. Tocsogva saját izzadságában. Elment lezuhanyozni, és fogat mosni. Az volt a terve, hogy fogmosás után 20 percet játszik a telefonján. De mikor odament a tükörhöz felöltözve, öltönyben látta magát, csak másodpercekkel később esett le neki, mit lát. A hamis tükörkép kajánul kuncogva így szólt. Ó, Gergő, miért vagy te ilyen szerencsétlen? Már régóta figyellek, találkozunk még. Gergő sokkot kapott, be kellett vinni a kórházba. Mikor a tévét nézte az ágyban, amikor a szobatársa megszólította. Hát miért vagy letörve? Tudod, mostanában nagyon furcsa dolgok történnek velem. Hehe, te is olyan paranoiás vagy, mint az a tanár a tévében, felelte kissé pöszén. Apropó, te miért kerültél be ide? Sokkot kaptam, felelte szégyel teljesen Gergő. Az nem jó dolog, megint ugyanazt álmodta, csak az alak azt mondta neki, velem jössz. Görgés van. Egy kukoricaföldön ébredt, látszólag nem sokkal aratás után, csípős reggel volt zsebében. Egy furcsa fémtárgyat talált, egy revolver volt az. Nagyon megrémült, de nem attól, ami a zsebében van, hanem attól, hogy kitette oda, mire kellhet. Másodpercekkel később megkapta a választ. Egy hang kajánul kuncogott mögötte, és aztán ordított. Állj fel! Gergő halálra rémülve felugrott, hirtelen a zsebébe nyúlt, de valami bent tartotta a kezét a zsebében. Ki a kurva Isten vagy te? Ezután Gergő zokogva kérdezte. Élvezed ezt? Élvezem, hogy a végzeted lehetek. Felelte még kuncogva. Ezután lassan elkezdett siklani felé, miközben egyik keze késsé vált. Gergő tudta, mit tegyen. A fegyver töltve volt. Ha már úgyis meg kell halnom, hát halljak meg harc közben. Megmarkolta a revolvert, és zsebén keresztül megcélozta a fejét, és lőtt. Irtózatos fájdalom hasított a csuklójába, eltört. Az alak leborult a földre, de csak egy pár másodpercig felkelt, és így szólt. Hát te érted? Én vagyok a végzeted, hazudsz! És Gergő törött vérző csuklója ellenére megfogta a fegyvert, és az egész tárat beleengedte a lénybe. Ezután valami megfogta a vállát, a nagyapja volt az a kapapban és kabátban. Elővett valamit, de az Gergő már nem látta. Elájult. Az ágyában ébredt. Mi volt ez? Kérdezte halkan nagyapjától. Tudom, hogy ez neked semmit sem mond, de ez egy keterbesorolású lény volt. A neve SCP-001. A legősibb anomália. Gergő ekkor megszólalt, és azt mondta a nagyapjának, hogy álljon le az SCP-k olvasásával, mert már tisztára szenilis, és azt hiszi a végén, hogy igaza van. Emellett Gergő úgy érezte, most már biztonságban van, de tévedett. Hello darkness, my old friend. Van még 2. Pusztai László jókat küld. Szeretem a sztoriait. Vírus? Jaj, emberek. Ez 3 oldal. Vírus. 1994. 12.
12. hónap 21-e. Norman és én legjobb barátok voltunk. A mai napig nem sikerült feldolgoznom, ami történt vele. Természetesen izgatottak voltunk, hiszen közeledett a karácsony. És aznap, mikor a borzalmas eset történt, Norman szülei az enyémekkel elmentek otthonról, hogy beszerezzék a ház és a karácsonyfa feldíszítéséhez szükséges elemeket, így hát jó pár órán keresztül élvezhettük a hangos zenét, videójátékozást és filmnézést. Később, mikor már délután 4-et mutatott az óra, meghallottuk egy kétségbe esett segélykiáltást az utcáról. Kinéztünk az ablakon, és egy korosodó, körülbelül a 60-as évei közepén járó urat láttunk. Szakadt ujjú, enyhén, mocskos ingben segítségért kiabált, olyan hangosan, amilyen hangosan csak a torkán kifért. Majd térdre rogyott, és összeesett a méteres hóban. Normannel azonban kabátot ragadtunk, és kiszaladtunk segíteni az úrnak. Az idős férfi bal csuklóját erősen szorítva fájdalmasan vergődött a térdig érő hóban. Megpróbáltam telefonon segítséget hívni, de valamilyen okból kifolyólag nem volt térerő. Mégsem hagyhattuk kint a férfit a hideg havas utcán, szóval annak ellenére, hogy a szüleink 6-szor is elmondták nekünk, hogy soha ne engedjük be idegeneket a házba, ez az eset emiatt a vészhelyzet miatt kivételesnek bizonyult. Normannel bevittük az urat a házba, lefektettük a nappali közepén elhelyezkedő kanapéra. Percekkel ezután néhány nyílt, enyhén vérzősebet véltünk felfedezni a férfi bal csuklóján, pontosan ott, ahol az inge ujja volt ki volt szakítva, mintha egy harapás lenne. Próbáltuk kérdésekkel faggatni a férfit, hogy mi történt vele, honnan szerezte a harapást, meg hasonlók. De a szerencsétlen idős úr alig ha tudott egy pár értelmes szót kinyögni. Valószínűleg igen komoly sok hatása alatt volt a történtek miatt. Eléggé furcsáltuk, hogy a benti telefonok sem működtek, így nem tudtunk segítséget hívni. Mivel Norman viszonylag értette az egészségügyhöz, így, ahogy tudta, el tudta látni a férfi sebét. Későbbiekben észrevettük, hogy a férfi egyre sápadtabb és sápadtabb lett. Csak úgy dölt róla a víz, és az egész teste remegett. Norman megfogta a homlokát, és azt mondta, olyan forró volt, hogy kenyeret lehetett volna rajta sütni. A férfi egyre lázasabb lett, és a szüleink még mindig nem voltak sehol. Norman egy jéghideg hőmérsékletű vizes rongyot téve a férfi homlokára próbálta csökkenteni a lázát. Egy óra múlva a férfi testén furcsa kikelések kezdtek megjelenni, a szájából pedig literszámra ömlött a nyál. Kétségbe voltunk esve, nem tudtuk, mit csináljunk. Próbáltunk beszélni az egyre betegebb férfihez, de semmire sem reagált. Majd abba hagyta a remegést és az ijálást, és csak előre nézett. Semmit mondó üres tekintetével, csak az előtte lévő falat bámulta. Norman később kitapogatta a pulzusát, halott volt. A férfi holtan hevert Normanék nappaliának heverőjén. Súlyossá vált a helyzet. Norman a halott férfival maradt a nappaliban. Én pedig kirohantam az utcára, és a szomszédoknál próbáltam szerencsét, de tudtam, hogy nem sok értelme lesz, mivel egy elég félreeső településen lakunk, ahol a mi utcánkban lakók szinte sosincsenek otthon, mivel mindig van valami elintézni valójuk. Végső elkeseredettségünkben viszont már nem tudtunk ki mihez folyamodni, meg kellett próbálnunk a szomszéd házakba becsöngetni. Házról házra jártam a hideg utcán, de sehonnan sem kaptam választ. Fél órán át próbálkoztam, végül feladtam, és visszamentem, amikor kinyitotta az ajtót. A szar is megfagyott bennem. Norman volt az, a földön feküdt, a saját vérében úszva, a hasa és a mellkasa fel volt tépve, belei a többi belső szervével együtt ki volt szakítva a hasából, az összes bordája le volt törve, mellette a szervek, mintha szétlettek volna rágva, megtaposva. Tele voltak rágás, harapás nyomokkal, az arcán pedig egy hatalmas véres karmalás foglalt helyet, ami a felismerhetetlenségig eltorzította Norman arcát. Még az agya is enyhén kilátszódott. Az egész nappali úszott a vérben, de ami a leghátborzgongatóbb, az az volt,
hogy a halott férfi eltűnt a kanapéról. Szép. Eljutottam a végére. Jaj, ne. Történjet. Tegnap egész este játszottam Jégóval. Egyszer észrevettem, hogy a webkamerám ment egy videó. Visszanéztem, és azt láttam, hogy mögöttem volt a világ legijesztőbb lénye, Wolfmark. Csak mögöttem állt, és szipuzott. Azóta már felgyújtottam a házat, és elköltöztem Kínába. Miért lett abból egy ilyen nagyon béna mém, hogy én szívok meg ilyenek? Ez az én okom? Vagy ez az én hibám? Vagy... Nyissad meg fanart. Erről beszélek. Jó, értem, hogy a spanglik azok mémek. Mémekké váltak, de... Esküszöm. Mert azt hiszem már 3 napja nem szívtam, nyugi. Ez most nem copy-paste, én találtam ki. Király. Dominik küldte. Gondoltam, hogy kimegyek a temetőbe éjfél. Éjfél 3-kor. Szóval hajnali 3-kor. Kíváncsi vagyok, hát ha történik valami akkor. Hajnali 3 elvileg a sátán órája, de sokan nem hisznek benne. Nálunk a helyi temető elég nagy a város méretéhez képest. Utólag bele, gondolva nem hinném, hogy jó ötlet volt. Már az furcsa volt, hogy Isten szobrán a szája lefelé görbült, és apró vágások látszódtak a karjain. Néhány kereszt meg feje lefelé volt fordítva. Itt már azon a ponton voltam, hogy ez eléggé bizarr, de folytattam az utamat. Azt gondoltam, hogy csak huligánok szórakoztak, de ez azért már nagyon durva volt. A legfurcsább dolog viszont az volt, hogy a templom ajtaja nyitva volt. Bementem, és nagyon megrémültem, ahogy megláttam, ahogy a nutellás kenyér feje lefelé esett a földre. Viccet félretéve, az oltáron egy test égett. Nyilván egy 30-as éveit élhető, vagyis már nem élhető, mert ég. Férfi volt, és szarvai nőttek. Ja nem, akkor lehet, hogy mégis élt. Rendes csontazat volt, ekkor elegem lett, és hazamentem. Reggel 7-kor arra ébredtem, hogy egy sátányi koponya van a tévém helyén. Jaj. Feliratkozókban és trollokban gazdag új évet nektek, köszönöm neked is. 666. Már megint? Komolyan? Elég? Gergő túl sokat szívott. Kedves Márk, hálásan köszönöm, hogy felolvastad a levelem, mert remélem ezért első creepypasta-t képest nem volt rossz. Persze, amúgy ahhoz képest, hogy első nem volt rossz, igen. Angyal creepypasta-hoz. Üdv, én írtam az Angyal című creepypasta-t, szeretném, ha felhasználtok egy külön videó kereteimből. Ajánlanék hozzá egy igen hangulatot és hozzáértő zeneszámot. Miuji-t nagyon szeretjük. És ismerem ezt a számot, köszönöm. A történet erről az e-mail címről küldtem a tárgy creepypasta nem podcastre. Megkeresem és becsillagozom, várj. Creepypasta nem podcast. Nem pornó? Creepypasta nem pornó. Podcast. Itt van, megvan. Ezt becsillagozom. Csillagosok azok mindig külön videót kapnak. Szóval... Volt egy, amit el akartam olvasni a végére. Melyik volt az? Volt egy történet, amit a legvégére akartam olvasni. Ezelőtt volt talán?
jó volt pedig. Mi is volt benne? Jöjjött egy új. Hú! Költözés. A legrosszabb dolog a világon. Főleg, ha egy teljesen más országba és kultúrába csöppenünk bele. Éppen ez történt velem. Én egész eddig életemben Dél-Koreában éltem, de most hirtelen egy egész más nyelv és nyelv, ország és kultúra. Mikor ide költöztünk, elég nehezen találtunk nekem iskolát. A lehető legrosszabb iskolát választották. Mikor első nap bementem már, akkor is elég nyomasztó volt a hangulat. Beléptem a terembe, és olyan bűz csapta meg az orrom, mintha egy hullát rejtegetnének a szekrényekben. A nap hamar elment, délután kicsit tovább bent maradtam, mint a többiek, hogy körülnézzek a suliban. Mikor az egész suli körül kiürült, elindultam az öltöző felé, a hangulat nagyon nyomasztó volt. Elővettem a bicskámat, benyitottam az öltöző előtti kis folyosóra. Az öltöző ajtaja résnyire ki is volt nyitva, és benéztem, de nem kellett volna. Ott ült négy ember körben, és egy embert ettek. Az egyik osztálytársam volt az, akit ették. Nagyon megrémültem. Futni akartam, de nem bírtam mozdulni. Kb. 5 percre álltam ott, aztán egyszer csak elkezdtem futni. Felszaladtam a terembe, a padok ki voltak tolva, az osztályterem szélére, közepén pedig egy pentagram volt, vagy mi az. Bementem az terembe, legugoltam, és végighúztam az ujjamat a pentagramon. A pentagramot vérrel írták. Az idő megbolondult. Vagy csak az én időérzékem. Úgy érzem, 10 perce vagyok egyedül a suliba. Az óra éjfélt mutatott, mikor 0:01 váltott az óra. Zajt hallottam a folyosóról, megdermedt bennem a vér. Próbáltam felállni, de nem ment. Már majdnem felálltam, de a világ elsötétült. Később egy kórházban ébredtem. Elvileg 2 évig voltam kómában, senki sehol, az ablakok betörve. Az ágyak körülöttem Walking Dead, pedig vérben úsztak. Az ágyakon és a földön hullák hevertek. Kitéptem a karomból az infúziót, felszisszentem. Az ablakhoz sételtem és kinéztem. Egy rohadt nagy sivatagot láttam. Sehol nem volt életre utaló jel. Kiugrottam az ablakon a teraszra. Onnan a homokba ugrottam. Elkezdtem előre haladni, kb. 10 km gyaloglás után. Egy házat láttam. Aztán még egyet. És aztán egy várost. Egy nyüzsgő várost. De nem mehettem be így, ahogy voltam. Véresen, szakadt ruhában. Eddig ennyi. Ha tetszett, és el szeretnéd olvasni a folytatást, írd meg. A helyes írásért, bocsi, diszlexiás vagyok. Nincs baj, is helyes írással, csak nagyon sok a szóismétlés, amit több szeretek, mert az elveszi a ezt elveszi, érted? Őszintén válaszolj, tetszenek a történetek, amit írtam? Várj, meg kell nézni, mi volt az előző, amit írtál. Őszintén sablonos. Nem rossz, csak sablonos. Olvasd úgy, mintha mellenél. Mi? Catboy, kérlek. Kérlek. Elég. Azt hittem, hogy ez egy creepypasta, aztán olvastam a végét, és rájöttem, hogy nem az. Örülök, hogy inspirálunk. Örülök, hogy inspirálunk téged, Fint Gamer. De most meg akarom találni végre azt az üzenet, még valami. Ja, ez, ezt olvastam. Szóval volt itt valami történet, amit,
Amit akartam olvasni a legvégére. De nem tudom, hogy hol van, tehát egy... Ez a csukjás után volt. Cerberus. Nem, ezt már olvastam. Volt egy tetszett egy e-mail, és azt keresem, de nem találom. De rossz. Egy pillanat. Most ami volt, azt hiszem volt, hogy bará... Azt hiszem, hogy ennyire emlékszem belőle a picsába. Mindjárt megtalálom. Nem. Istenem. Muszáj megtalálnom. Úgyhogy elkezdek szépen így menni alulról fölfelé. Nem rédelek. Hol az Istenben van? Ez borzalmas, miért nem jelöltem meg? Jézusom, ezek mind most jöttek. Abba hagyom az LSD-t, meg az értelmetlen üzeneteket, köszönöm. Karácsonyi levél, amit a végére... Karácsonyi? Karácsonyi. Oké, okay, akkor azt nézem, hogy csak most megjöttek újak fel. Karácsonyi, köszönöm, igen az. Semmi baj, muszáj elkezdeni valahol, Dominik. Nem baj, hogyha mindenki el kell kezdeni valahol. Az az igazság, hogy most éppen kerestem az utolsó. A kedvedért becsillagozom. Hogy megjegyezzem. De most már tudom, mit keresek. Ez az?
Nem ez az. Nem ez volt az. Nem, valaki, aki eredetileg a barátjának küldte. Mit mondhatok? Képeslap? Nem, ezek szerint. Nem az volt. Valahol ezek között van, de olyan sok, hogy hihetetlen. Lehet, hogyha arra keresek, hogy nem creepypasta. Csába. Ez nem jó így. Muszáj lesz egyenként megtalálni. Várj, ezt már elküldted egyszer, nem? Pont ezt csillagoztam be az előbb, nem? De. Én most azt keresem, ami... Na mindegy. Jó, mindegy. Akkor kicsillagozom, és ez... Eljött a mai Fekete Kávé Podcastnek az utolsó, bocsánat, csak muszáj volt megkeresnem azt az e-mailt, de nem találtam meg, úgyhogy majd péntek 13, éjfél. A 14 éves Elizabeth éppen a szobájában indul az esti horrorfilm után. Bár benne volt egy kisebb félelem, mint általában mindenkinek, mindenkiben az ilyen horrorfilmek után, de megértette magával, hogy ez csak egy film, és ilyen nem létezik. Tehát éppen kinyitotta az ajtót, belépett a küszöbön, és mintha egy árnyék hirtelen elsuhant volna az ablaka előtt. Mivel az ablak nyitva volt és húzat volt, jobbnak vélte, ha becsukja. Amint becsukta, az anyja merev sikítását hallotta. Először azt hitte, csak képzelete játszik vele. De amikor meglátta az ablakán a vércseppeket, felsikított az álmából. Szörnyű rémálom volt. Alig tudott visszaaludni, de amikor már majdnem sikerült, hallotta apja vérbefagyasztó ordibálását is. Az apja levágott feje, berepült az ablakon, ami csukott volt. Ekkor ismét felébredt az álmából, és elkezdett sírni. Elmondott egy imát, és megpróbálta magát megnyugtatni, hogy biztosan csak az aznap esti horrorfilm hatása, és ezzel ismét álomba szenderült. Ekkor megint szörnyű sikítás, ami most a húga száját hagyta el, és látta, hogy megöli a véres szájú élő halott kb. 50 éves férfi, és a szemei tűzben forogtak, mintha csak azt akarná mondani a következő: te leszel, Elizabeth. A lány ismét sikítva ébredt fel, megint sírt, és megesküdött, hogy soha többé nem fog horrorfilmet nézni. Aztán hallott valami éles zajt, és megint látta azt az árnyékot elsuhanni az ablaknál. De ott meg is állt az ablak előtt, sikítva szaladt ki a szobájából szólni a többieknek. Apja ott feküdt a nappaliban, fej nélkül, elvérezve. Az anya a küszöbön, a gyomrában egy hatalmas kés, ütés és karmolás nyomok. És félrenézve ekkor megpillantotta a húgát is, aki szétmarcangolva apró darabokban feküdt a padlón. A lány azt hitte, ismét csak álmodja. De akkor feltekintett a plafonra, és félre a következő feliratot olvasta: te vagy a következő. Miután már akármennyire csipkedte magát és pofozgatta, hogy ébredjen már fel, csörgő hangot hallott maga mögött. Nem mert megfordulni, tudta, mit fog látni. Azóta mindenki, aki
aki oda költözik, minden péntek 13-án, akár csak ma péntek 13-a van, visszatér a szellem, és üdvözlőlap. Ha külön videót akarsz, akkor megcsillagozok. Visszament. Ja, köszönöm. Ó, köszönöm, Dominik. Szóval üdvözlőlap, oké, köszönöm, Mary. Csak a tiédet találtam meg. Üdvözlő lap. Most azt hittem, hogy apa, üdvözlő lap. Hála Istennek, végre megvan. Na jó, ezzel a tört, ezzel foglak titeket elküldeni, aludni, mert az az utóirat, hogy eme levelet karácsonyra küldtem ismerősömnek, de gondoltam, te is megkapod. Kíváncsi vagyok, hogy Fekete Kávé podcastben mit szólsz hozzá. Jó lenne ezt hallani a te hangoddal, valami baszott, jól olvasod fel az ilyeneket. Jó, megpróbálom beleadni mindenem. Karácsonyi üdvözlőlap. Kezdődik, apa, kezdődik, na de miért? Néha, fehér zaj. Eljöttem hát közétek, ti Istennek bűnös hívei, és most velem jöttök, jó lesz legalábbis nekem. És már ég is az egész család, ordítanak a húsuk, s bőrük folyik le róluk, mint a kátrány, de ekkor is veszekednek tovább és tovább a fájdalomrot adó húszszaga, a kátrányszerű valami csak úgy ömlik belőlük, terjed egyre jobban, már a csontok folynak szét, kinek még van kezes haját tépi, fejéről szedi le a bőrt, és a hús már szinte az agyukban turkálnak a fájdalomtól veszett, érthetetlen ordibálások mind, de akkor is tovább veszekednek, holmi telken meg családi tagok hovatartozásán egyre jobban, csak jobban nem veszik észre, egyszerűen nem, hogy ezt a poklot maguk hozták a fejükre, és hogy már régóta égnek, hogy a bűnös kátrány, amin önmaguk, már rég beborította mindenüket. Nincs, és nincs egyszerűen ebből már kiút. Az ajtókat, ablakokat, mindent befalasztak már. Saját maguk. De van egy ember, ki mindezt észreveszi, és nem akarja. De egyszerűen ezek az emberek, és ezek már nem azok. Nem ezek valami rothadó szörnyek, undormányok. Nem akarják, hogy ez az egy ember kiessen ebből a szenvedésből. De ez az ember nem, és nem lesz olyan, mint ők. Mert szeme nyitva. És nem csak néz, hanem lát, hall, sérez, és ez az egy ember élni fog. Mert élni akar, nem pedig csak egy asztalnál égni, rothadni akar, hanem élni. És élni fog. Mert nincs más választása. Küzd, és küzd. Néha szinte feladja, szinte már reményvesztettül. Majdnem elkezd égni ő is. De aztán rádöbben, hogy neki nem ez az élet, és mindenkit félre söpör, az az élni akarása elé áll, megy. Csak megy, és végül eljut oda, ahova mindig is akart.
Igen, ordítsál a szavakat. Hangosan, szinte már a gigája szakadt szét olyan erővel. De nem érdekli, mert végére él. Végre él és élni fog, mert ő az élet teremtetje. Apa kezdődik. Apa kezdődik. Na de miért? A sátán legyen veled, kislány. És akkor már semmi akadály nincs előtted, mert a világ nem csak fekete és fehér. Nem csak az angyalok tudnak jók lenni, és nem csak a démonok rosszak. Ha ezt meglátod, hát már nincs akadály előtted.